Szia! István vagyok, és egy hete azt ígértem, hogy ezzel a témával fogok jönni, a végidőnek a menetrendje úgymond, azért tettem idézelve, mert hát tulajdonképpen menetrendként tekinthetünk rá, de nem menetrend a neve nyilván a Bibliában. Egy függelék ez a mai rész az előző 18-hoz, ami jelenések könyvét dolgozta fel. És úgy gondoltam, hogy érdeklődésre tarthat igényt joggal, mert ugye az előző részek alapján sokaknak talán nagyon sok minden új volt, ugye itt csak 9 részt emeltem ki a 18-ban, most ennyi fért el a diára. Sok érdekes dologról volt szó, sok minden foglalkoztathat ebből bennünket, sok mindenre lehetünk kíváncsiak, de lehet, hogy egy kicsit olyan kusza már bennünk, hogy mi, hogy is van, miért is van, és akkor nézzünk, hogy szokták mondani, mint Rozi a moziba, tudnék itt a hölgy legyen a Rozi, ez meg itt egy hatalmas menetrend, és ott állunk a tábla előtt, hogy most vajon hova tegyük ezt a sok mindent, hogyan helyezzük el, és főleg hogyan függenek össze egymással. Úgy gondoltam, hogy ezért megér egy részt most ráadásként, hogy rendszerezzük azt, amit 18 részben eddig láttunk, a következő ábra segítségével. <tosz> A végidő a címe, a végidő eseményének az időrendje, igazság szerint ez a jó szó, nem annyira menetrend, inkább időrend. Milyen sorrendben, milyen struktúrában képzeljük el mindezt? Szerintem az lenne a jó, hogyha ezt az ábrát szem előtt tudnád tartani, közben nézed a videót, úgyhogy jelzem, hogy honnan tudod letölteni, máskor is, nem csak most. Itt van a honlapom, itt a címe a nevem.hu, és itt jobb oldalt a margón vannak ajánlott videók, és ezek fölött, ha megnézed, itt van négy link, az erről szól, erről a témáról, csak máskor és máshol tartottam, de a legelső ezek közül az ábra. Innen most le tudod tölteni, ha gondolod állj is meg, amíg sikerül letöltened, ha van e, kiterjesztett monitorod, ted arra, hogy közben lásd, ha nincs, akkor inkább az ábra legyen nagyban előtted, én azt javaslom, én meg jó leszek kicsiben is szerintem. Az a lényeg, hogy legyen előtted, előtted ez az ábra, amit mutattam. Akár megállsz most Akár hát közben csinálod, ha közben csinálod, akkor kedvezek, és egy pár dolgot elmondok, amíg az ábra a birtokodba jut. Azt hiszem, pdf formában van különben, és egy az ábráról annyit, hogy nem én készítettem, nem akarok ezzel dicsekedni, egy amerikai lelkész kollégám készítette sok évvel ezelőtt, én csak lefordítottam, szintén sok évvel ezelőtt. Nagyon fontos, hogy az ábra, amit itt látni fogsz, az nem méretarányos. Tehát magyarul az események sorrendje, hogy felsorolja egyfajta időtengelyen, azoknak az egymástól való távolsága semmilyen jelentőséggel nem bír. Nem, a, nem, az időtávolságot hivatott az ábra kifejezni, hanem a sorrendiséget, hogy mi következik egymás után. Miért jó ez az ábra? Nyilván nem üdvösség kérdése, meg is meg lehet érteni a Bibliát. Én azt gondolom, hogy segít a megértésben, segít vizuálisan is elhelyezni dolgokat, rendszerezni, és hasznos összefüggéseket mutat meg. Itt is van egy bibliai idézet, Habakuk 2. 2 vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen az a látomás, ami ott elhangzott nem ez, nem a mai, hanem maga a, a, a törvényszerűség, a szemlélet, a fontosít, Isten fogalmazza meg a profétának, hogy vésse táblára, hát a korabeli technika, ugye én már szerencsére nem vésem csak vetítem, tegye vizuálisan láthatóvá, áttekinthetővé, amiről szó van, mert nem most lettünk vizuálisak a 20. meg a 21. században mi emberek, szerintem mindig is azok voltunk. Krisztus példázata is erről szólt, hiszen ő Hétköznapi képeket elevenített meg az emberek ismert élethelyzetéből, mert amit ők is mindenhonnan, mindjárt ismertek a hétköznapjaikból, és tulajdonképpen Jézus csak meghivatkozta, és ez olyan volt, mintha valamilyen em, vizuális szemléltető oktatást tartott volna, mert általuk ismert képeket hivatkozott meg. Itt is valami hasonlóról van szó, ami a vizualitást illeti. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy évszámok is szerepelnek bizonyos helyeken ebben a táblázatban ahol tudható, mondjuk a proficiákból is, de sokszor csak események lesznek, tehát hol események formájában, hol évszámok és események formájában definiál egy-egy történést, egy-egy időpontot majd ez az ábra. A módszerem nagyon fontos, ahogyan ezt majd tárom. Én ezt tartottam, hát nem akarok hazudni, de 20-25 helyen biztosan az elmúlt most már évtizedek során, az ábra nem sokat változott, mert a Biblia profécia sem sokat változtak. A technika változott, nem most rá fogok vetíteni Igen, helyeket, ez kezdetben azért nem így működött. Most is dolgoztam rajta, egy kicsit alakítgattam a tálaláson, hogy úgy mondjam. De nagyon fontos, hogy megértsd, hogy amire én rájöttem, ilyen sok előadás után, egy bizonyos ponton, és azóta már így is tartom, hogy most hát adná magát, hogy elinduljunk az időtengen, itt van ugye egy kicsit kirólga sarka, ez egy vastag vonal lesz, és balról-jobbra sorban menjünk az eseményekre, mert erre van hajlamunk, de rájöttem, hogy a megértés szempontjából, az összefüggések megértése szempontjából, a téma elhelyezése szempontjából sokkal célszerűbb, hogyha nem balról-jobbra haladok, a te szempontodból mutatom, hanem kívülről befelé haladok, vagyis a nagyobb egységeket fogom meg időben a keret, és azt mindig befelé haladva bontom, ahogyan az ábra majd ezt adja is, és látni fogod. Remélem, hogy így tetszeni fog, és remélem, hogy így könnyebb lesz megértened. A letölthetőséget itt is jeleztem, eredetileg ez utána akartam tenni a linket, de gondoltam, hogy amíg ezt elmondom, addig szerezzétek meg az ábrát arról a linkről. Remélem megvan, ha még mindig nem, akkor állítsd meg a videót, szerez meg, mert úgy könnyebb lesz. Vagy ki is nyomtathatod magadnak, ha olyan a felszerelésed otthon, egy oldal belefér fekete-fehérben vagy ö, egy másik képernyőn magad mellé teszed az a legegyszerűbb, akár egy nagyobb tableten is. Attól függ, hogy mi a technikád otthon. Vagy lehet, hogy egyszerűen is csinálok egy részt a saját technikámról, hogy lássátok, hogy én hogy csinálom ezeket a dolgokat. Na, akkor itt az ábra, <coughs> mindig ez lesz a háttér, és mindig rávetítek igye helyeket, meg jelölöm mindig ezzel a piros csillaggal, hogy ö, melyik részéről beszélek igazán. Ugye a legnagyobb egység, mint látjátok, ami a keretét adja az összes többinek, annak az a címe, hogy a végidő. Ugye erre mondhatná bárki, hogy ez olyan most így mondom, ez olyan szektás dolog, ilyen riogatás végidővel. Hát, ha valaki riogat olyan öncélúan, az szektás. De az, hogy végidő, hogy ilyen van, ez a fogalom létezik, sőt, benne van a Bibliában. Nem árt, hogyha tudod, hogy mi az, nem árt, hogyha tudod, hogy hova nem árt, hogyha ennek a perspektívával rendezed a dolgaidat a mindennapokban. Ez viszont igaz. Nézd meg, a végidő fogalma megjelenik a Bibliában, és mondta, menj Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek, ez volt témánk különben korábban erről az oldalról, hogy bezárt vagy nyitott, de ma ezt idézem belőle, hogy a végidejéig, tudnék, akkor ki fognak nyílni. Erről volt szó jelenések könyve, tizedik fejezete kapcsán, Daniel és jelenések könyve, ez volt a, a címadó dián, vagy hát az ilyen kisképen, ami ajánlja a YouTube-on. Ez Dániel könyve 12. fejezete 9. verséből idéztem, tehát a, be lesznek pecsételve, be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejig, De ugyanez a fogalom megjelenik nem csak ebben a versben, hanem 11.40-ben is Dánielnél, tehát legalább két helyen. Sőt, Jeremiás 23.20-ban, 30.24-ben ugyanezt úgy hivatkozza meg, hát ez egy ilyen irodalmi, hogy mondják, ezt szinoníma, a váltó fogalom, azt mondja, hogy utolsó napok. Tehát a végidő, vagy utolsó napok, ez egy visszatérő fogalom a Bibliában, ha ilyet hallasz, akkor ne legyints rá, mert ez bibliai fogalom, és hát jól lenne tudnod, hogy mit akar, ma erről lesz szó. Tehát tulajdonképpen a végidő, az ezt foglalja magába, amiről itt ma beszélni fogunk. Nézzük a következő ábrát. <kül> Meddig tart a végidő? Tehát mondom, nem balról indulok, hanem logikailag. Az, hogy mikor kezdődik, majd arra visszatérek a jóval később, az szerintem nem annyira izgalmas, érdekes, de nem annyira izgalmas. Az izgalmas az az, hogy hol ér véget a végidő. Ugye az ábra szerint ezt a vonalat eddig húzta a kollega, aki hát megpróbálta a lehető leghűségesebben a bibliai tényekhez igazítani a, a vizuális ábrázolást, a megjelenítést. De három lehetőség lenne, hogy meddig tart a végidő. Nézd meg, három csillaggal jelöltem. Ha téged kérdeznének meg, Sőt, engem azelőtt megkérdeztek volna, hogy ezzel foglalkoztam, én ide húztam volna be, tehát eddig húztam volna ezt a vonalat, hogy a végidő ott ér véget, ahol Krisztus második adventje van, Jézus eljön, a történelem fizikailag véget ér, azt annyi, hogy így mondjam. Igen, ám, de túlhúzták ezt a vonalat, és miért? Azért, mert tulajdonképpen a földi történelmet addig nem tekinthetjük lezártnak, amíg a kiértékelése meg nem történik, és amíg mindenki meg nem kapja azt, amit megérdemel. Ez az epilógus, ahogy azt veszem a történetnek, vagy egy ilyen utózöngéje, ahogy tetszik, vagyis itt van ez a az ez ezer évit feltünteti az ábra, ha neked már kézben van. Ezt a két függőleges vonalat ezer év választja el egymástól a Biblia szerint. Az igazak a mennyben vannak, a gonoszok megítélése zajlik, a föld pusztán hever, sátán megkötöztetése. Mindenről szó volt a 20. fejezet, főleg 4., 5., hatodik versében, de ugye a környezetében is, hogyha már ezt az egészet veszem. És ebben a részben beszéltünk erről, ez a a 126. része a sorozatnak, a jelenéseknek a 16. része volt, végítéle, tudnék ez zajlik itt közben a gonoszok fölött, a távol létükben, megszületik a döntés, és a feltámadások, tudnék az igazak ekkor támadnak fel az örök életre, a gonoszok pedig akkor a végérvényes kárhozatra. Tehát azt mondhatjuk, hogy emberi logika idetette volna a végidő végét, de az isteni logika azt mondja, hogy amíg itt egy erkölcsi kiértékelés nem történik, amíg nem kerül mindenki oda, hova kerülnie kell, addig nem mondhatjuk azt, hogy lezárjuk az emberi történelmet, már pedig a végidő része a történelmnek, a legutolsó szakasza, ezért igazság szerint jogos eddig húzni ezt a vonalat. Az egy más kérdés, hogyha figyelted a sorozatot, a 11. részben, jelenések a ez a 121. volt a nagy sorozatban, hogy végese a kegyelem, ez volt a cím, én ott említettem, hogy nagyon érdekes, mert az emberi sorsok igazság szerint már itt eldőlnek. Uh, Jelenések egy 15. fejezet 8. verse beszél erről, hogy uh, senki sem ment be a templomba, a mennyei templomba, ahol folyik az érdemi szolgálat Krisztus révén, Krisztus áldozatára hivatkozással, akkor, amikor a hét csapás lezajlik, ugye Armageddon a hét csapás, ez a 16. fejezet jelenések könyvébe, a 12. rész volt a sorozatban, ugye a 15. fejezetet tárgyaló részt követte, ez a 122. tehát a nagy sorozat sorszámával. Tehát a hét csapás alatt már nem lehet bűnt rendezni. Hibázni elvileg még lehet, bűnt elrendezni gyakorlatilag már nem lehet. <tosz> Ugye kicsit elhelyeztem ezeket a részeket, amikről eddig szó volt. Ugye láttad egy, kettő, hármat már itt, a, tudom, így beillesztem. Esetleg, ha utóbb látod, ha új vagy, akkor már ezen a háttéren is érdemes megnézni ezeket a részeket. Ha megláttad annó, akkor most el tudod helyezni így a, az időtengelyhez képest egymás után, vagy akár újra is nézheted, a gondolod, hogy ezen a háttéren mit mond neked. A lényeg az, hogy itt is lehetne egy bizonyos értelem, mert itt már lezárul gyakorlatban az emberi sorsok Állapota, hogy így mondjam, de Jézus eljöveteléig kinyújtja a végidőt, sőt, azon túl is az elmondott okok, a az okok miatt ezt nem ismétlem. Emlékeztetőül ide tettem még egy e, diát, ami egy résznek a, a címdiája. Ez a 84. rész volt, ez egyébként a második legnézettebb a 666 után, majd azt is ajánlom. A végidő és a végelei. Ez pedig Máté 24. fejezetét dolgozza fel ez a rész, és az tulajdonképpen arról szól leginkább, ami ezelőtt van, azért tettem ide. Tehát, ahogy a végidő elkezdődik, és hogy mik ennek a jelei, mert megkérdezték Jézust a tanítványok, hogy micsoda irányzata -e -e erednek, és a világ végének. Ez volt a kérdés, és ő erre válaszolt. <coughs> Vannosabban a kérdés kettős volt, hát ők azt hitték, hogy Jeruzsálem is, hát addig fog állni, és csak akkor fog elpusztulni, mert ez volt az apropó, Jézus erre, te, erre nézve tett egy kijelentést, egy megállapítást, és ők egyszerre kérdezték, hogy hogy lesz ez a Jeruzsálem pusztulása meg a világ vége, ami fejükbe egy esemény volt. Jézus tudta, hogy ez két külön esemény, már 2000 év különbség legalább van közte, <coughs> még, még, nincs, bocsánat, mert 70-ben pusztul el a város, időszámításunk szerint, tehát majd 2070-ben lesz meg a 2000 év, de azért közel vagyunk hozzá, és Jézus egy tapintatos választ adott, amiben összekapcsolta a törvényszerűségeit a korabeli Jeruzsálem pusztulásának, amelyiknek, mint ószövetségi népnek lejárt a kegyelmi ideje, a világ végével, ahol az egész emberiségnek jár le a kegyelem ideje, meg a türelmi ideje, és azért tehette meg ezt, hogy összekapcsolja, mert hát a, a helyzetanalógia helyzet analógia megvan, tehát párhuzamok nagyon is kínálják magukat, és kézenfekvőek. Ennyit talán erről a, a diáról, tehát most arról volt szó, ugye az előző dián, hogy ez egy bibliai fogalom, hogy végidő, tehát nem én ö, 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 ijeszgetek itt vele, hogy így mondjam. A, a most, Bocsánat, csak egy szót kerestem, semmit ott be, hogy nem, nem én vagyok, aki tehát kuvikolok, vagy minek mondják ezt, hogy szóval ijeszget valaki valakit. A lényeg az, hogy ezen a dián azt láttuk, hogy ö, eddig tart a végidő, és nem véletlenül, hogy így jelöli az ábra, mert a másik kettő is fontos határpont, de a végidőn belülre esik, és Isten szemével nézve itt lesz vége a dolgnak az ezer év végeztével. Erről ennyit? Miért válik el ez a három esemény egymástól? Ugye én azt a, ezt a témát, meg ezt a diasolt úgy dolgoztam ki egy egyszerű alkalomra, és amikor valaki nincs képben, aki most követte jelenések könyvének a sorozatát, itt amit én tartottam, ezt a 18 részt, Múltkor rá is kérdeztem különben, hogy hányan vagytok, akik végignéztétek. Egy-két-három bátortalan visszajelzést kaptam. Azért remélem, hogy megnézitek, nem miattam, hanem mert ez egy összképet ad jelenések könyvéről, tehát érdemes megnézni, ha ha kihagytál volna belőle. A lényeg az, hogy aki nézte ezeket a részeket, az tudja rá talán a választ, most én megint kihangsúlyozom, hogy miért válik el a három esemény egymástól. A második és a harmadik, ezt értem ezen, ez a második, ez meg a harmadik vonal, ugye a három lehetőség közül. Azért, mert itt két feltámadásról beszél közte ezer évvel, amit mondtam. Előbb vizsgálni kell ahhoz, hogy a gonoszok megkapják a sorsukat. Tulajdonképpen nem Istennek kell vizsgálni, mert a, amikor eldől, hogy kik az igazak és kik támadnak fel Jézus első éve, vagy, bocsánat, második akkor az első feltámadással, így ez halmaz elméleti szempontból eldönti a dolgot, mert csak két halmaz van, üdvözülők és elkárhozók, és hogyha az üdvözülők halmaza egyértelművé vált, sőt, megvalósult a feltámadásuk révén a sorsuk tulajdonképpen eldőlt, hát innentől kezdve mindenki tudja, hogy aki nem támad fel az elsővel, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert annak nem árt a második halál, mondja a 20. fejezet jelenések könyvében. Tehát gyakorlatilag ez már definiálja azt, meghatározza, eldönti azt, hogy ki a kárhozat fia, de hogy miért. Erről szól ez az ezer év, hogy Isten bevonja az üdvözülteket ebbe a, ebbe a, a döntésbe, ebbe a sorselemzésbe, a, az egyes emberi sorsok áttekintésébe, hogyha belegondolsz, milyen sok ember élt a Földön, és a nagyobb része szerint nem a fele, hanem annál kicsit nagyobb, vagy jóval nagyobb része elkárhozik, ehhez kell is idő. Azt mondja, ezt az ezer évet Isten arra használja, hogy az üdvözülőket beavatja abba, hogy a többiek esetében miért nem születhetett kedvező döntés, és miért a kárhozat lesz az osztály részük, hogy nyugalmuk legyen ebben. Az egy más kérdés, hogy én is úgy tudom, hallottam ilyet, hogy valószínűleg a bűn tanúságát, a, a bűnös világban szerzett tapasztalataink révén az immunitást tovább visszük majd magunkkal, ezért nem fog megismétlődni ez a szörnyű kitérő, ami a bűn története volt a világegyetemben, és itt játszódott a mi bolygónkon, mennyei lázadáson túl és amellett. De azt nem gondolom, hogy Isten egy tátongó lelki hiányérzettel és űrrel vezetne bennünket át az örökké valóságon, az át az ami is hosszú, nincs másik vége, szóval úgy éltetne bennünket örökké, hogy egy fájdalom, egy űr, egy hiányérzet legyen a lelkünk, vagy XY miért nem lehet itt. Én azt gondolom, hogy ezt ő majd jótékonyan megoldja a maga bölcsessége és szeretete szerint. Nagyon érdekes, hogy kit, mikor és miért von be Isten az ítélkezésbe. Dániel könyve 7. fejezeténél volt erről szó, most nem néztem meg frissen a, azt a részt, vissza lehet keresni különben a bal oldalán a honlapomnak, ott a tartalmézékenek a sorozatnak. Ott arról van szó, hogy a Földön még javába zajlik a hatalmi harc, és közben a mennyben már ítélő székek tétetének le, és ítélő külének le, vagyis a mennyben elkezdődik az emberi történelm kiértékelése már korábban, azelőtt, hogy a történelmünk láthatóan véget érne, sőt, akár a kegyelem idő lejárna. Valahova ide tehető, majd erről beszélek is. Tehát elindul az ítélkezés, de az ítélkezés azért indul el, hogy mire ideérünk Krisztus adventjéhez, meg legyen a, az ítélet, a hivatalos ítélet, az üdvözlendőkre nézve, hogy áttekintettük a sorsukat, a bűneiket, amiket rendeztek a Krisztus vére által, igényelték a kegyelmet, nem éltek vissza vele megváltozott az életük ennek következtében, be lehet őket engedni a mennybe, méltókát étetnek rá, majd a pont ma lesz erről szó az egyik dián. Kicsit bizonytalan vagyok, mert én már jövő hetivel is elkészültem, elárulom nektek. Aranyosak vagytok, néha írja a kötök, hogy várja a következőt, és néha írom, hogy én meg készülök, most már kész is vagyok a jövő hetivel, majd elárulom, mi lesz, jó téma lesz szerintem. Tehát... Az igazak feltámadásáról, sorsáról és feltámadásáról az üdvözlendőkéről, nélkülük születik döntés, véletlenül angyalok bevonásával, hogy az Isten megmutassa, hogy ezeket beengedhetjük, ezekkel nem lesz újra baj, ez egy fontos szempont. Ez van eddig, és innentől kezdve Isten bevonja a feltámadt igazakat, Azoknak a megítélésébe, akik itt a végén támadnak majd fel a kárhozatra, hogy azt pedig el tudják fogadni a feltámadott emberek, hogy már az első feltámadásban üdvösségre feltámadott emberek, hogy miért, a többiek miért nem lehetnek ugyanennek a csoportnak a részesei. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, egy nagyon szép szempont, nagyon igazságos szempont, Isten alaposságáról tanúskodik, és én ezért hangsúlyozom, mennyire valahányszor erről szó esik. Most nem akarok túlzásba esni, ha még maradt kérdésed, akkor tedd fel a kommentek között, de ezt, ezt látni kell, tudni kell, érteni kell, hogy ki és mikor, miért kerül bevonásra az ítéletbe. Nagyon érdekes. Az igazakról és a távol létükben döntenek meg a gonoszokról és a távol létükben. a gonoszokról viszont az igazak jelenlétében. Az igazakról viszont az angyalok jelenlétében is. Vagy az igazakról is. Nyilván a gonoszokért is szemlélhetik. <coughs> Ö, ugye még mindig ez a kérdés, hogy miért válik el a három esemény egymástól. Az előbb arról beszéltem, hogy ez a kettő miért válik el. Most erről beszélek, hogy ez a kettő miért válik el. Miért nem esik egybe a kegyelmi idő lejárta a Krisztus adventjével? olyan uh, érdekes, hogyha megnézed, ezen a ponton ugyan nem jár le a végidő, de elkezdődik valami, amit úgy nevez, hogy az úrnapja. Ide is írtam, hogy az emberi történelem vesd össze az úrnapjával. Tudnélik, hogy eddig az volt igaz a történelmünkben, hogy Isten a háttérben maradt. És nagyon sokszor egy olyan fordított osztályrész volt az embereknél, hogy a gonoszok virultak, az igazak meg sokszor szenvedtek, sokszor éppen a gonoszoktól. És az emberek felfeltették ezt a kérdést, amit ide idéztem meg, ugye nem Bibliai idézet, ezért nem dőlt betűvel szedem, hogy hát ha van Isten, ha te azt mondod hívőként, hogy van Isten, akkor mondd már meg nekem, hogy hogy lehet az, és akkor mondják azt, a, hogy tegyem hozzá, ez emberi igazság, vezér, eh, igazság érzettől vezéreltetve, teljesen jogosan és érthetően, tehát én ezt nem is vonom kétségbe, vagy nem is ítélem el. Az egy más kérdés, hogy akkor vagy elég bölcs, hogyha nem azt mondod, hogy amit te éppen látsz most, a te korlátozott érzékeiddel, az alapján te messze menő ítéleteket tudsz levonni és megállapítani, akár Istenre, meg Isten erkölcsiségére, meg bölcsességére nézve hanem azt mondod, hogy amit látsz az alapján te, hát tény, hogy nem így csinálnád, de adsz egy esélyt annak, hogy mi van, hogyha tényleg van Isten, mert azért adta egy-két bizonságát már, és mi van, hogyha ő többet lát, más lát, más szempontja van, és ő úgy igazgatja a történelmet, hogy végül azért igazolódni fog, hogy az ő ötlete volt a jobb, és nem a tiéd. Ugye van egy nagyon szép idézet a kedvenc szerzőmtől, akit itt szoktam idézni Ellen White-tól, azt mondja, hogy ha mi is ugyanúgy a kezdettől fogva ismernénk a véget, ahogy Isten, tehát meg lenne ez a képességünk, ami nincs meg, azt mondja, mink a saját sorsunkra vonatkoztatja, tehát nem ilyen nagy igazságként mondja, de ugyanaz igaz, ugyanaz a törvényszerűség. Azt mondja, hogy ha mi is rendelkeznénk Istennek ezzel az előrelátó képességével, hogy a jövőt úgy ismerünk, mint a jelent, hogy így mondjam neki, az ugyanaz, akkor mi sem igazgatnánk hogy az életünket, mint hogy ő igazgatja. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy valamit a te életedben az Isten nem a te elvárásait szerint tesz, pedig megtehetné, mert van rá hatalma, akkor nem az az oka, hogy nem figyel rád, nem az az oka, hogy korlátozott a hatalma, nem az az oka, hogy sportból packázik veled, most bocsánat, hogy mondok, mondom, sem akarok enni rosszabbakat megidézni, hogy mire gondolnak emberek, hanem olyan körülményeket ismer, és olyan szempontokat vesz figyelembe, amit egyszerűen nem tudsz. nem tudsz, nem vagy képes ismerni, és nem vagy képes figyelembe venni. Na visszatérve ide, ez itt egy fontos határpont, nem csak azért, mert lejár a kegyelem, erről már beszéltem, meg azt fogok is, hanem hogy ezzel egy időben valami megváltozik. Tudnék, hogy eddig ez volt igaz, amiről beszéltem, hogy hát, ha van Isten, meg szóval azért nem látszik úgy mindig. Nem minden mozzanat erősíti azt a társadalom, sőt az egyén életének, hogy Isten itt van, és akkor mindig a, jó, a jó tett helyébe jót vár, mint a mesébe megfordítva. Viszont az úrnapja itt valami meg fog változni. <coughs> és azt mondja, hogy be, bekövetkezik az, még a történelmünkön belül, fizikailag a történelmen belül, ebben az időszakban, egy és kettő között, amit az emberek annyira hiányolni szoktak, <coughs> tudnék azt, hogy Malakiástól idézem a harmadik fejezet 17.-18. versét. Azon a napon, azt mondja a seregeknek, ura, amelyet én szerzek, nem tudom, hallod de azon a napon, amit én szerzek, ami az enyém, nyilván többit is én adtam lehetőségként, kegyelem időként, de azt mondja, ez most más lesz. Itt most az én látványosan érvényesülni fog az én értékrendem, szemben az, hogy eddig alapvetően a sátán értékrendje érvényesült, bizonyos keretek közé szorítva. Tehát azon a napon, amelyet én szerzek, az annyit jelent, hogy az úré az a nap, az úrnapja, tulajdonon már lesznek az igazak, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Ezt szoktuk hiányolni, ezt idéztem meg, hogy hát, hogyha van Isten, akkor miért nem látjuk azt, hogy azok, akik. Akkor teszem hozzá, hogyha ebben a földi életben mindig azoknak a szekere futnak könnyen, akik hát hívők, vagy templomba járnak, vagy nem tudom, hogy mondjam. Én úgy érzem, hogy ennek lenne azért egy a hívőiesség látszatát indukáló hatása, ha érted, hogy mire gondolok, hogyha megérne hívőnek, hívő életet élni, mert hát jobban jön ki az ember anyagilag, meg minden, hogy nem mindenki meggyőződésből lenne hívő, hanem lennének akik érdekből, hogy egyszerűen mondjam. Azt mondja, hogy eddig nem így volt, de itt úgy lesz, mondjuk egy, egy, nagyon katasztrofális időszakban, egy, egy, egy kataklizma idején, a hétcsapás idején különösen felértékelődik ez. Azt mondja, és megtértek, és meglátjátok, tehát meglátjátok azt, amit eddig hiányoltatok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Effektíve a, a megjelenik az életben a látható különbség, amit mi hiányoltunk, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Hát nem kisebb a, most már nem kisebb a hordereje ennek, amiről beszélünk, tehát, hogy az, az, úr napjának, mint az, hogy Isten nem engedi úgy lezárulni a történelmet, hogy ez a, ez a felemásság, vagy hiányézet, nem tudom, minek mondjam, ami az egészet jellemezte ezer éveken át, hogy az végig így legyen, azt mondja, hogy ő még a mi történelmünk keretein belül meg akarja mutatni, hogy milyen az, amikor ő igazgat dolgokat, és amikor igenis meglátszik a különbség az igazak és a gonoszok között. Igen, halka meg, most itt eszem, hogy ilyen érdekes, hogy de ezt a kegyelmi idő lejárta utánra ígéri. Magyarul a döntést hitben kell meghoznod, hogy melyik oldalon állsz, de hogyha meghoztad, utána lesz egy időszak, amikor látványosan igazolódni fog az, hogy aki az úrral jár, az, az jól döntött, és az Isten oltalmát választotta. És Isten ezt a, ezt a változást, tehát ami amit az Úr itt jellemzi, ezt nem a kegyelem idő lejárta, előtre ígérte, az előbb elmondottak miatt, hogy hát akkor sokan beneveznének egyszerűen azért, mert figyelj, megéri, megéri. Ennyit erről. Ezzel együtt ugye, én picsányt, bocsánat, itt egy kicsit eltakartam. Ez a csillag, ez ezt jelzi, ezt a függőleges vonalat, a kegyelen jártát, amiről ebben a részben volt szó, hogy már mondtam is, hogy véges a kegyelem, mert hogy eddig tart. Tehát előbb jár le a kegyelem, ezt sokszor elmondtam, és ez fontos, hogy nem úgy van, hogy addig van időd az életedet rendezni, míg Krisztus meg nem jelenik, mert azt mondta, hogy figyelj, akkor már rég késő lesz. Mert az előtt zárul le a lehetőség, hogy elrendezd az életedet Istennel, ez egy fontos határpont a végidő egészén belül. Tehát a végidőnek van egy sodra eseményei, és ezen belül van egy látványos határpont, mikor Krisztus eljön. Látványos lesz az ezer év is a Látványos lesz a kárhozó feltámadás, ez mind látványos lesz. Ez nem lesz látványos. Erre mondja azt, amit itt már sokan kérdeztetek, sokszor újra meg újra elmondom, mert nem olvassák el mindjárt, persze megértem a kommenteket, hogy hát hogy nincs titkos elragadtatás, én ezt állítom és fenntartom továbbra is, mert hogy, <coughs> mostánat, mert hogy, hát le van írva, hogy az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, pedig egymás mellett dolgoznak a malomba, egymás mellett alszanak az ágyban, meg nem tudom még milyen hétköznapi tevékenységekről beszél. Még egyszer mondom, hogy ha ez azt jelenteni, amit nem jelent, de egyesek azt hiszik, hogy azt jelenti, ezen egy hely alapján, mert minden más ellent mond ennek, az összes többi azt mondja, hogy az igazak idáig lesznek itt, itt elváltoznak az élők, a halottak meg feltámadnak. Ezzel szemben, ugye ezt a szerintem téves tanítást képviselők, azok azt mondják, hogy elragadtatnak, és akkor már nem kell itt küzdködni az igazaknak ebben az időszakban. Ez ellentmond annak, amit a Biblia mond. A Biblia azt mondja, hogy a csapások csak a gonoszokat érik. Nem azért, mert nincs itt más, hanem ez a különbség. Ezért vannak elpecsételve az igazak, hogy ők védelem alatt állnak, de itt lesznek ebben az időszakban. A, a kegyelemidő lejárta, tehát az, amit félreértenek, az pont azt jelenti, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Egymás mellett van a két ember a hétköznapi élethelyzetekben, de a sorsuk már eldőlt ellentétesen. És pont ez az érdekes, ezt hangsúlyozza az igen, nem az, hogy az egyik, hogy Hush! eltűnik, és akkor mindenki néz, hogy de itt volt és eltűnt, nem az a nagy szám. Az az izgalmas, hogy nem látsz semmit és a sorsuk már eldőlt végérvényesen, örökre, vagy üdvösségre, vagy kárhozatra. Pont ez hangsúlyozza, hogy mennyire észrevétlenül éli majd a, az embereket, amikor eljön ez a pillanat, amit senki sem tud, és senki sem fog látni, mert pont az, hogy nem látszik, hogy lejárt a kegyelem idő. 15.8, ugye itt idézem is az ígét, ide csak felírtam, jelenések, megtelt a templom füsttel az Isten dicsőségének ere miatt fenn és senki a templomba be nem mehetett, még nem a hét angyal hét csapását bevégezték. A senki az kire vonatkozhat? Hát a templomban nem volt nagy kibemászkálás, tehát a, az előterébe a földi szolgálat során is csak a papok mehettek, a léviták sem, legfeljebb építhették, ugye, amikor költözött a sátor de a szentek szentjében a legbelső helyre, oda csak egy évben egyszer a főpap, aki erre ki volt választva, fel volt kenve, erős feltételek mellett, tehát ha ő maga nem rendezte a bűnét belé, és hallhatott attól, hogy belépett az Isten jelenlétébe. Ez egy erőkép volt, a beteljesülés az a mennyei templomba volt, Krisztus szolgál, a senki nem mehetett be a templomba, hát az azt jelenti, hogy az az egy valaki Krisztus, akinek ott volt igazán eh, dolga, mint közbenjárónak, mint mennyei főpapnak, most már ő sem mehet be. Tény, hogy angyalokat látott a templomból kijönni János is, tehát valószínűleg nem a belső részébe voltunk, ugye két része volt a templomnak, erről volt szó egy korábbi részben. Isten lemodellezte ezt az egészet, a felépítményt, a struktúrát, a, <coughs> most a használati tárgyakat, a, a, az ottani tevékenységet is nekünk, a földi templom révén, hogy legyen fogalmunk, ha unalmasnak érzed, amikor Mózes könyveit olvasod a templomi rendtartásról, gondolj arra, hogy azért van leírva, hogy hát ők megcsinálják a gyakorlatban is. Nekünk meg azért olvasni, hogy tudjuk, hogy mi folyt fenn a mennyben, most még mi folyik a mennyben, és mi az, aminek egyszer vége lesz. És amikor vége lesz, akkor a lehetőségnek lesz vége. Erről szólt tehát ez a rész bővebben, ha érdekel, nézd meg. Ez egy kevésbé kedvelt rész, pedig szerintem nagyon fontos. Jó? <coughs> Elnyes, most tényleg kapar a torkom, ez valami új dolog, amit beszettem, ez nem a régin. Köszönöm a jó kívánságokat, de most nem kérek tanácsot, kedvesek vagy Köszönöm. Van egy nagyon fontos észrevételem, nem tudományos, de olyan tenyeres talpas. Ide írtam. Nézd meg ezt az ábrát, hogy hol sűrűsödnek az események. Nem időarányos, ezt mondtam, de valami lejön, és az egymás utániság már látszott talán meg az összefüggések, hogy miért fontos. Most azt nézd meg, hogy hol a legsűrűbb. Én azt gondolom, hogy ha megnézed, ez a rész tűnik a legsűrűbbnek, és szerintem az. Azért tettem ide a csillagot is. A megjegyzésem, ez a saját megjegyzésem, amit az ábra aljára írtam, hogy logikus, hogy ez a legsűrűbb, mert ha itt dől el emberek sorsa, mint az előző diánál beszéltem, akkor azok, akik az emberek sorsát szeretnék eldönteni, Isten üdvösségre, sátán pedig ezt megakadályozni, hogy elkárhozzanak, hol fog, mikor fog minden erőt bevetni, hol feszíti meg magát sátán. Hát neki itt kell, mert itt még tét van, itt még emberek sorsa eldőlhet így is, úgy is, és itt besűrűsödnek az események, Uh, és mire érünk, ahogy mondtam is, kialakulnak a csoportok, a rendeződnek a sorok, ugye ide így írtam, hogy ki, ki döntött Isten mellett, ki nem, megtörténik az elpecsételés, és innentől kezdve ez a, az utolsó egyenes, vagy nem tudom, hogy mondják ezt sportnyelven, hogy ráfordul az emberiség az utolsó etapra, ez a finish, a hét csapás, ahol uh, elszabadulnak az indulatok, uh, ugye, a Biblia ír ilyet, hogy az Isten lelke visszavonatik a Földről, és ugye most úgy érezheted, hogy a világ nagyon rossz állapotban van társadalmira erkölcsire, bűntekintetében, és jól érzed. Lehet, hogy volt jobb időszaka is, kétlem, hogy lesz jobb időszaka, mert a Biblia azt mondja, hogy fokozatosan Isten szabad utat ad a gonosz tevékenységnek, értem ezzel a csátán meg a démonait, de azt is, ez az emberekben volt valami jónak a magja nem magukba hordozták, hanem Isten el kell próbál késztetni, fékezni, ö, ö, ad, ad impulzusokat, nem tudom, hogy mondjam, és azt mondja, hogy Isten el kell lassan visszavonatik egy olyan világtól, ahol sokszor nemet mondanak neki ez a megkeményedés. És e felé tart a világ, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy e, ilyen közegben élve kell majd egy, egy, egy mélyponton éri az emberiséget a hétcsapás, saját maga fog szenvedni, egymástól szenvednek az emberek a gonoszság miatt, és az egészet büntetik még az Isten csapásai. Tehát ezt egy kirívóan nehéz időszaknak jeleníti meg a Biblia. Nagy megpróbáltatás ideje, vagy nagy nyomorúság ideje is lehet mondani. E, így hát apostrofálta ezt a az ábra készítője, bibliai fogalom ez is, hogy nagyon nyomorúság lesz, amilyen nem volt mióta népkezdet lenni. Dániel 12. egyben olvashatsz erről. Ez is egy bibliai fogalom, csak most ide nem írtam ide. És <coughs> hát itt is van egy kisebb megpróbáltatás ide, tehát nagy meg kicsi. Ez, már egy más fogalom, ezt a Biblia nem így mond, nem fogalmazza meg így, de körülírja. Tudnék, amit mondtam, hogy a nehézségek a, a válaszút az üldözés, erénysek 13, amiről beszéltünk, 666 és hasonlók, azok már itt elkezdődnek, mert itt még az embereket csuklóztatják, ki lehet kényszeríteni valami olyan döntést, ami hát lehet, hogy nem a szívük szerint van, de a kényszernek engednek, és azt olvassuk a Bibliában, hogy elkezdődik ez a, ez a hát üldöztetés most mondjuk így röviden, még ekkor, és utána viszont eldől, hogy ki melyik oldalon foglalt állást, akár ennek a hatására vagy nyomán is. És akkor utána belemegyünk ebbe a nagy megpróbáltatásba, ahol már az játszik igazán, hogy kik azok, akik oltalom alatt állnak, és kik azok, akiket enélkül ér az emberi gonoszság tombolása, meg az Isten csapásait fel van tüntetve. Minden részletre nem térek. Most itt van Jákób, éjszakája, hogy olvasom. Ezek. Ilyen fogalmak a Biblia szerint meg fog ismétlődni az, ami Jákobbal történt, de most minden részletre nem térek ki itt az ábrán, és ha lesz kérdésetek, majd kérdezzetek. Jó, elmondtam, amit szerettem volna, akkor nézzük a következőt. A, a nyomorúság és a mártíromság kérdés, akkor folytatom ott, ahol abba hagytam a, a Biblia azt mondja, hogy voltak idők, meg a történelmet tudjuk, amikor emberek a hitükért szenvedtek, volt, hogy meg is haltak, ők a mártírok. A középkorban is volt ilyen, tulajdonképpen most is van, például az iszlám világén tudta, úgy tudom üldözi a kereszténységet, akár ilyen szinten is. A vége azért lesz érdekes, mert jelenések 13 szerint egy látszat kereszténység fogja üldözni az igazi keresztényeket. Ha akarjegyzem meg, hogy ennek már volt, erre már volt precedens a középkorban, ugyanezt történt, hogy egy hivatalos, magát a hivatalos kereszténység képviselőjén kikiáltó egyház eretneknek bélyegzett és üldözött olyan embereket, akiknek annyi volt a bűne, hogy azt mondták, hogy hát a Biblia szerint kéne élni, a Bibliában pedig nem úgy van, ahogy mondjuk a hivatalos egyház csinálja, esetleg erkölcsileg is magasabb szinten álltak nem csak Biblia ismeretben, mint azok, akik üldözték őket. Ez egy tény, ezt el kellett, hogy mondjam, nem akarok megbántani ezzel senkit, de ez így van. Az a kérdés, hogy a történelem végén, amit ígérjen, és Jenések, amit 13. fejezet, ez meg fog ismétlődni gyakorlatilag, és nem iszlám keresztény relációban, hanem látszat keresztény és valós keresztény relációban, hogy akkor is kell -e nekünk még az előttünk álló időben számítani ilyenre, hogy emberek az életükkel fizetnek a hitükért. Hát azt írja, hogy igen, a kérdés az, hogy meddig és hol. És én azt olvastam, és nekem ez tűnik logikusnak is, nekem ez jön le a Bibliából, hogy amíg a kegyelem idő le nem zárul, tehát megkezdődnek már ezek a, 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 az üldözések, amikről beszélt Jelenések 13, és az már eze, még, még, ezelőtt lesz, így mondom. Tehát miatt lezárulnak a kegyelem idő, emberek megtérhetnek, Isten ezt megengedi. Egyszerűen azért, mert emberek halála, például István vértanú halála, közvető tűnik hatással volt Pál megtérésére, apostolok cselekedetei, 7.-9. fejezetei, hogyha elolvassátok. Jézus Krisztus halála a kereszten az egyik latort ö, megtérésre késztette, noha ő sem úgy kezdte a, a kereszten függést, hogy ő méltatta Jézust, ő is szitta, mint a másik. Olvassátok el, tehát nem onnan indult a jobb lator, ahol, ahol, aztán véget ért a sorsa, pozitívan ért véget. Tehát azt mondhatjuk, hogy amíg emberi sorsok változhatnak a jóra, amíg nem jár le a kegyelem idő, lehet értelme, és ez csak Isten tudja, hogy mely esetekben van, hogy valakinek a mártírhalála más emberek életében fordulatot hoz. Még egyszer mondom, Pál is így a, a Lator is és még sokan járhattak így. Az egy más kérdés, hogyha lejár a kegyelem idő, utána már úgysem változna hatnak a sorsok, mert nincs közbejárás, nincs kegyelem, akkor vajon Isten öncélúan és értelmetlenül megengednie, hogy a gyermekei mondjuk mártírhalált szenvedjenek. Az én válaszom erre az, amit én a Bibliából megértettem, hogy ez megtörténhet itt, itt már nem. Tehát itt érzek egy fontos határvonalat, hogy ez egy nagyon nehéz időszak lesz Isten népe számára, meg fenyegetőnek érezhetik, úgy tűnik, hát hogy az van kilátásba helyezve, hogy az üldözések végül hát csúcsra jutnak. Ugye Lásd Eszter könyve is egy előkép történet, hogy kiirtani mindenkit, aki nem illik bele a nagy világrendbe, abba a Babiloniban, amiről szintén beszéltem. De Isten itt vélhetően megengedi még a mártíromságot, tehát lesz rá példa, de a, a, határidő átlépése után értelmetlen lenne és szükségtelen, és kétlem, hogy Isten ezt megtenni és megengedni. Tovább viszem a gondolatot. A mártíromságot átbeszéltük, megerőlegeztem, hogy értjük, tehát hogy értheti, amit elmondtam, de lehet velem vitatkozni szokás szerint. Csak kulturáltan azt kérem, megérvekkel. <coughs> De mire jó a nyomorúság? Tehát Isten miért nem zárja le itt? Tehát, hogyha itt már nincs megtérés, akkor miért nem tolta össze ezt a két időpontot itt egy eseményé? Tehát miért engedi meg ezt az időszakot? Főleg úgy, hogy az igazak még itt vannak, mert nem ragadtattak el, még egyszer mondom. És az is egyfajta szenvedés, hogy engem mondjuk nem érnek a csapások, de egy olyan világ közegében kell éljek, ahol az emberek szenvednek körülöttem. Esetleg okkal is. Azzal hadd kezdjem, hogy a, ez a megpróbáltatás ideje, ez eszközül szolgálhat arra, amit már mondtam is, hogy Isten megmutassa azt, hogy milyen különbség van a között, amikor ő véd és amikor büntet, amit mi hiányoltunk a történet során. Erről beszéltem korábban, ezt csak meghivatkoztam. Az igazi válasz szerintem itt kezdődik, majd csak még egy igét idézek. Most láttam, Dániel 11:33 is arról beszél, szintén a végidőre vetítik a. Ugye a 11. fejezet előző még a 12. ahol a Krisztus belépéséről van már szó a képben. Tehát ez is a végidőről szól, ha úgy tetszik. Azt mondja, a nép értelmesei, ezen nem annyira doktori fokozatokat kell érteni szerintem, hanem Isten ismeretet, Biblia az Isten ismeret átadásának a képességét. A nép értelmesei sokakat oktatnak, Azért láttam meg, mert az internet révén aztán most tényleg lehet sokakat, hogy ha valaki hajlandó tanulni. De nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy értelmesek oktatnak, hanem sokakat, tehát, hogy terjed az Isten ismeret, de hullanak ki az alany, nem váltott alanyt, még mindig a nép értelmeséről beszél. Tehát a nép értelmesé sokat oktatnak, oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt. Hát a fegyver azt értjük, hogy mit jelent a tűz, talán a mágiákat jelenti. Ez a középkorra is igaz volt különben, hogy a nép értelmesei, Luther és társai sokakat oktattak, őtőle az Isten, őt magát Isten megkímélte attól, hogy áldozatul essen az üldözéseknek. Luther természetes halált hal, de sok követője nem. És az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, adott esetben egy mártiromság is benne van ebbe, de hogy a szenvedést. És itt van a válasz, ott találjuk a 35. versben két versen ezt követően, Dániel 11-ben, és elhullanak az értelmesek közül is, tehát ugyanazt mondja, az értelmesek hullanak, elhullanak, közülük is, nem mindenki, de közülük is, azért, hogy megpróbáltassanak, megtisztítassanak és megfehérítessenek, hoppá, hoppá, végidejék. Itt van a végideje kifejezés, és ebben az összefüggésben mondja, hogy a történelem végén Isten azért enged meg szenvedést, mert elpecsételhette őket, mert elrendezték a bűneiket, igazak voltak, de ez egy olyan, mint egy ilyen gyors felzárkóztató szeminárium, vagy egy tanfolyam, bocsánat, ezt én mondom, hogy ne értsétek félre, hogy Isten fel tudja használni a szenvedéseket arra, hogy az embert a jelenfejlődésben, a jelen tisztaságban még magasabb szintre juttassa. A zsidókhoz itt levél írja azt, szóval az első fejezet 7. vagy 9. versében, hogy az ő üdvösségük fejedelmét, tudnék Jézus Krisztust, szenvedések által tegye tökéletessé. Ami első hallásra hát nehezen értelmezhető, mert Jézus mindig is tökéletes volt a mennyben és a földön is. Igen, de ezen a földön egy új pályán futott, egy nehezített pályán, félig emberként és egy ilyen világ közegében, és hogy itt is tiszta tudott maradni és makulátlan, ez egy bizonyos értelme, egy magasabb foka volt a győzelemnek és a, és a megtisztulásnak vagy a tisztaságnak, mert a körülmények nehezebbek voltak. És itt is van, milyenről van szó, ezt kicsit olyan hallottam már ilyen hasonlatot is, használ, használ, a Biblia is különben Isten is ilyen hasonlatot a profétáknál jelképesen, hogy olyan, mint amikor tűzbe tartják a nemes fémet, mert a tűznek az a természete, te persze ezt tudni kell bele bánni, tehát hozzáértő ötvös kell, hogy annyi ideig kell benne tartani, és olyan hőfokon a tűzben a fémet, hogy a salakanyag kiég belőle, de az értékes fém az még nem sérül, vagy nem, nem károsodik ettől. És Isten tulajdonképpen minden ember élettel így bánik, ő minden ember életnek más a kritikus főfoka szerintem, és ő minden embert ismer, és minden ember életében már most is olyan próbákat meg nehézségeket enged meg, amelyek alkalmasak arra, hogy téged előrébb segítsenek a jelenfejlődésben és a, a lelki tisztaság útján. És a végén ez egy történelmi időszak lesz, azt mondja a Biblia, és ez a magyarázat arra, hogy Mártíromságot mérhetően itt már nem fog megengedni, de még hagyja egy kicsit menni a történet, mert bünteti vele a gonoszokat, az igazak pedig ez alatt az tisztaság magasabb fokára jutnak el. Én így értettem meg, ha akarod, akkor vitatkozz velem nyugodtan. <kül> itt meg is hivatkozza ugyanezt, ugye Dániel 11.35 mondta ki ezt a tézist, amit idéztem, és teljesen összecseng jelenések 7.14, ez az elpecsételésről szóló fejezet volt, megtalálod, akik jöttek a nagy nyomorúságból, vagyis innen, ebből az időszakból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Nagyon érdekes, hogy aki megmossa, az tiszta, ha megfehéríti, az még látványosabb lesz, vagy a tisztaság egy más foka, vagy, vagy benyomását kell, nem tudom, hogy, mondjam. Tehát érted, itt a, az öltözet az mindig egy visszatérő jelképe, a külső öltözet, a belsőnek, a tiszta vagy szennyes, és itt a külsőnek a, jelképét használja arra, hogy milyen tisztulást élnek át belül a hívő emberek, és hogy ez szükséges, és Isten maga bölcsességében döntött így, hogy ezt a két eseményt, kegyelen idő lezáró Jézus eljön, ez széthúzta, hogy így mondjam, nem, nem tolja egybe, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam szépen, és kritikus ez az időszak, akkor is, hogyha a sorsok már nem változhatnak pozitív irányba, de Isten még mindig fel tudja használni jóra. Részben demonstrálja azt, hogy milyen az, amikor ő a kedvez annak, akinek kedvez, és nem kedvez annak, akinek nem, és ezáltal hogyan fejlődhetnek az övéi tovább. Szerintem ez érdekes, azért osztottam meg veled. Hát mondjuk beszéltünk arról, hogy mikor kezdődik a végidő, hogy nem itt meg, vagy most, mikor ér véget, hogy nem itt meg, nem itt, hanem itt arról még nem beszéltünk, hogy mikor kezdődik a végidő. És pedig ide még egy évszámot is írtam. Nézd meg, hogy itt nincs évszám, mert nem tudjuk, mikor lesz az ezer évnek vége. Azért nem tudjuk, mert az elejét se tudjuk, hogy Jézus mikor jön el. Itt nincs évszám, itt nincs évszám. Ez egy nem látható esemény, ezt és nincs megadva az évszám hozzá. Tehát itt van az, amit az elején mondtam, hogy események jelölnek időpontokat. Itt viszont évszám jelöl. 1798 az, hogy kerül oda? Idézem a Dániel könyve 12. fejezet 7. versét és megesküvék a vele kommunikáló angyal, az a Dániel profétával kommunikáló angyal, az örökké élőre Istenre esküszik meg, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, mindezek elvégeztetnek. Nem tettem ide, sajnos úgy látom, a, de itt van, bocsánat, csak a sarokban azért nem láttam. Ebben a részben volt szó, a 11. fejezettel foglalkozik jelenések könyvéből, az ateizmus megjelenésével. Ott használja kétszer is ezt az időmeghatározást, aminek van még öt testvére, hogy így mondjam, tehát összesen hétszer használja, háromféle formában. Ez az egyik, hogy egy idő, két idő, igazság szerint ez nem többes szám, hanem kettes szám, mert ilyen is van az eredeti nyelven. Tehát egy idő, két idő, fél idő, tehát három és fél idő, három és fél év. Van olyan, hogy 42 hónap, meg van olyan, hogy 1260 nap, és ez 30-as hónapokkal, át, hogy profétikusan profitikusan egyszerűsítve a szántant, nem holt hónapok, meg nem Juliánus naptár, és nem is Gergely naptár. Az a lényeg, hogy, hogy ez mind a három ugyanazt fejezi ki, és egy 1260 éves időszakról szól. És azt mondja, hát erről szó van más, hogy ez hol kezdődik, ez minden jel szerint 536-ban kezdődött időszámításunk szerint. Ez tulajdonképpen a középkori pápai állam és az egyháznak a, a, a felívelése, a hatalmi időszak, és 1798-ban pedig a, hát a megszűnte formálisan. Egy Belizár nevű tábornok szabadította fel Rómát, e, időszámításunk szerint a 6. századnak ott az első harmadánál, kb. 536-ra datáljuk ezt, amikor Justinianus császár azt mondta, hogy Róma püspöke, az örököse, a nyugatrómai birodalomnak ott a Róma székhelyén, mert ugye a kelet római birodalomban, ugye Bizáncban volt akkor a császár, az ő hadvezére Belizár szabadította fel Rómát, és 1260 évvel később, 1798-ban pedig Napolón egyik tábornak, azt hiszem Bertjének hívták, jól lejtem, remélem, elhurcolta magára, azt hiszem, Avignonba a pápát, hatodik pár volt, ha jól emlékszem, ez a pápa, és úgy tűnt, hogy eszes mindenkor a vége ennek az a amúgy hosszan fennálló nemzetek fölötti hatalomnak, ugye 1260 évig a királyok fölött álló volt, hát az idő nagy részében legalábbis a római pápaság, mint intézmény. És ez azért érdekes, mert azt mondja, hogy amikor ez eltelik, amikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, rontásátlás, középkori üldözések, akkor mindezek elvégeztetnek. De mi a mindezek? Hát Dániel 12.7 szövegkörnyezete az az, hogy abban az időben felkél Mihály a nagyférdelem. Tudjunk, a végidő eseményéről beszél Dániel 12. És úgy datálja a hetedik vers, hogy amikor az 1260 év véget ér, akkor kezdetét veszi az utolsó eseménysor. És nagyon érdekes, hogy azt olvassuk, hogy az 1798, tehát az a vége az 1260 évnek, de ezen igen szerint nem csak a vége valaminek, hanem a kezdete is valaminek, méghozzá a végnek a kezdete. Ezért datálhatjuk így, ez jogosít fel bennünket erre. Jó, azt nézzük, hogy akkor milyen, igen, igen, bocsánat, ezt ide írtam magamnak, itt több lépcsőben jönnek majd ki a, a, a sárga buborékok, Ugye Ámos 6-7 szerint semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Magyarul Isten, mint mintha elkötelezné magát arra, hogy a népét folyamatosan bevonja, beavatja, és erre a profétákat használja, mint üzenőket, mint postásokat, ha ilyen profánul mondhatom. És ez azért érdekes, mert itt van nekünk ez, amit az előbb mondtam, hogy van-e ennek, vagy volt -e ennek bármi jele, ahogy, hogy, ez itt elkezdődik, tehát a végidő kezdetének a jelei. Na, nagyon érdekes, hogy jelenések hatban a, azt olvassuk, a hatodik pecsét kapcsán, ugye ez is volt egy külön rész, a pecsétek sorra, ezt megtaláljátok, ez a 113-as volt a sorozaton belül, a nagy sorozaton belül, hogy azután látta, amikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ilyen nagy földindulás lett, a nap feketévé lett, mint a szörzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. És ugyanakkor, ez, ez, összekapcsolja ezt a kettőt, ezt nem szedtem vastagon, és az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja életen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Tehát, most azt mondja, hogy olyan, kvázi globális jelek lesznek, tehát a lakott emberiség, vagy a, ahol az emberek laknak, annak a nagy része átélője lesz valaminek, amire fel kell figyelni, hogy nincs bibliád, nem olvastad, nem gondolod, de itt meg kell torpanni, hogy mi történik itt, tehát úgy tűnik, hogy ilyen, ilyen nem voltak. Ezek közül az első, az 1755-ben, igen, bocsánat, ez valami nincs az ábrán, és még elfelejtem pótolni, tehát ez a legelső ilyen kis vonalka lenne. 1755, azt hiszem november elsője volt, a Lisszaboni földrengés, ha érdekel erről, találsz a honlapomon baloldalt a letöltések link alatt egy ilyen négy oldalas kis, hát tanulmány az nagy szó, egyszer összeraktam, mert érdekelt. Fiatal sáckra majd írtam a Lisszaboni polgármesternek is, hogy tud-e erről adatokat, de most már van internet, úgyhogy sok mindent összeszedtem. A, a világ ismert földrengései közül, az amplitúdóját, tehát az erejét tekintve, de még inkább a, a társadalmi hatását tekintve az egyik legnagyobb megrázkódtatást okozó földrengés volt a Lisszaboni földrengés 1755. november elsején. Finnországtól Brazíliáig lehetett érezni. Sok tízezer ember halt meg, részben a rengéstől, részben az özön, a, a, a cunamitól, ami utána követte. Ugye az emberek kimenekültek a rakpartra az épületeken kívül, de akkor megjött a szökőár és elragadta őket. Egy hétig tombolt a tűzvész. Én voltam Liszabonban azt hiszem, egy két és fél éveken, mert nagy élmény ott is nekem nagyon tetszett meg Madridban, tehát a két ibériai fővárosban. Lisszabonban van egy nagy tér, ami a tengerparton van, és a, vagy a folyótorkolatnál van, inkább így mondom, mert ugye ott már közel van a tenger, de ez még nem az. És az a volt királyi palotának a hely, azt hiszem, amit nem építettek újra, egy elég nagy és szép tér. A lényeg az, hogy olyan megrázkódtatás volt a korábbi világban, még Voltaire is írt valamit erről, aki mondjuk nem arról volt híres, hogy nagyon fogékony a hitre, hogy hát hova lehet ezt tenni. Tehát ő benne is nyomot hagyott ez az egész. Ez volt ez a bizonyos földrengés, amivel azonosíthatjuk azt, hogy mintha előjele lenne valaminek, tehát hogy figyelnek az emberek. 1780-ban volt a sötét nap, erről olvastam leírásokat, azt hiszem főleg az USA-ban ezt meg, hogy nem tudom, minek tudható, be van erre csillagászati magyarázat, de valami egészen különleges szinten sötétedett be napközben, is volt sötét és hosszan. És 1833-ban volt egy szintén nagyon nagy arányú csillaghullás. Persze ezeket lehet magyarázni, még főleg az utóbbi kettőt, hogy valaki okos ember elmondja, hogy ez mi, mi, miből fakad, én ezt nem vonom kétségbe. De egy jövendő is azt mondta, hogy azok a kortársak ezt fogják megélni, és ezek a jelek e körül a nagy esemény körül csoportosultak, és el kellett ezen gondolkozni. És el is gondolkoztak sokan, ugye a pápaság befolyásának a fokozatos hanyatlásával, aztán a formális megszűnésével, mármint hatalmi tényező, tehát nem lelkiségre gondolok, hanem <coughs> mint hatalombirtokos a római pápaság. Amikor ez megváltozott, erre sok ember felfigyelt, elkezdték a Bibliát olvasni, volt is rámód, mert emberek kezébe lehetett végre adni ugyane miatt meg a, hát talán az egyéb lehetőségek is segítettek. Erről beszéltünk a, a 11. -e, 10. 11. fejezet kapcsán, ha jól emlékszem. A lényeg az, hogy ebben az időben megint út a biblia tanulmányozás. nagyon intenzívé vált, főleg angol száz területen, USA-ban, Nagy-Britanniában, és az emberek felismerték, hogy ezek profétikus időszakok lehetnek, sőt, még arra is rájöttek, hogy egy másik profétikus időszak is kapcsolódhat ide. És ezekből a felismerésekből születtek e, olyan üzenethirdetések, amelyekkel az emberek figyelmét próbálták felrázni. Ugye ebben a részben foglalkoztam ezzel, ez a 120. rész volt, három angyal három üzenet, meg a 144 ezer kérdésére visszatértünk. Ugye itt van a három üzenet ezzel a három csillaggal jelölve, hogy először az első üzenet hangzott fel, hogy emberek úgy tűnik, hogy itt van a közel az ítélet, ugye a részben az események is sem megrázóak voltak meg akik tanulmányozták a Bibliát, ők úgy értették meg, hogy 1844-ben lejár egy nagy időszak, a 2300 éves, ez a legnagyobb profétai időszak a Bibliában. majd lehet, hogy lesz egy olyan része, ahol én így sorra veszem ezt a 2300, 1260, 490, tehát ugyanígy meg legyen egyfajta rendszerezés a fejekben, hogy mik ezek a nagy időszakok, hogy függenek össze egymással. Ha támogatod, akkor jelezd vissza, és akkor megerősödök a szándékomban. Köszönöm. A lényeg az, hogy az első angyal üzenete arról szólt, hogy elközelített Isten ítélete, itt van az órája, és világ készülj fel, és hát a teremtődet, aki mindeneket teremtett. A második angyal üzeneteit jelöltem, az 1844-re datálható már, úgy 40-től kezdődött, ugye ez egy pár év volt, ahogy ez úgy felfutott, és egymásra épültek ezek az üzenetek. Ugye egy ponton a második angyal üzenetét szólaltatták meg ezek a hívők, főleg azért, mert ugye ez egy felekezetközi mozgalom volt igazság szerint ez a Krisztusvárás, akik felismerték ezt a Bibliából, <coughs> és a saját egyházaik nem nagyon azonosultak ezzel, rájuk legyintettek, hogy nem kell azzal foglalkozni, senki se tudja sem a napot, sem az órát, ami önmagában igaz, de azért ez nem a teljes érdektelenséget kéne, hogy jelentse. És akkor azt mondták ezek az emberek, hogy, de hát ez is meg van írva, hogy Babilon, mint a vallásosság jelképe, ezzel foglalkoztunk ebben a részben, jelenések 17 kapcsán, a 123. részben. Ugye arról szól a Babilon, hogy azok a vallás felekezetek az egyikkel az élen, akik látszólag nagyon hívők, mármint keresztény értelemben, keresztény minőségben, de közömbösek voltak ez iránt a hír iránt, hogy Krisztus visszajön. Ezt mondtam mely korábbi részben, hogy nagy deficitet látok a kereszténységben, arra nézve, hogy nem nagyon téma Krisztus visszajövetele, az meg pláne nem, hogy erre akár készüljünk is. Hát ez így volt akkor is, és a harmadik angyal üzenete az már az utolsó felhívás, ami aztán túl is terjed ezen az időszakon. Nyilván bekövetkezett egy nagy csalódás, arról is volt szó, a Dániel könyve a jelenések könyve tizedik fejezetében, ami a Dániel könyve megértését taglalta, tehát az foglalkozott ezzel az időszakkal, most erre nem térek ki. Átértek egy csalódást, aztán rájöttek a csalódók, hogy nem az időpontot számolták rosszul, mert tényleg az egy hatalmas és egyértelmű profícia, be van biztosítva a 490 év révén, majd ezt elmondom, ez nagyon szép, hogy egy ilyen részt majd beiktatunk, hanem az eseményt értették félre, tudnék, amire az elején beszéltem, hogy el kell, hogy kezdődjön egy ítélet a mennyben, hogy aztán legyen egy eredmény, mire jön az igazak feltámadása. És az, hogy megtisztítatik a szent helyek, ezt a fogalmat értették félre, ők azt hitték, hogy a föld az valami szent hely, hát sajnos nem az, és hogy megtisztítatik, hogy a tűz által megtisztulása. Ők ezt így értették, de félreértették. Még egy kis türelmet kérem, látom, hogy közelítjük az egy órát, de én is közelítem a végét, remélem. már. Igen. A lényeg az tehát, hogy a, ők folytatták ezt az üzenethirdetést, és immár egymásra épül az első, mert a mai világra is ráfér a felhívás, hogy hát emberek, hát komolyan kellene venni az Istent, hát mi lesz, hogyha itt találkozunk vele az ítéletben. Erre rárakódik a másik, hogy nem emberek, hanem keresztények, hát komolyan kéne venni azt az Istent, akit állítólag tiszteltek. Mi lesz, hogyha találkozunk vele az ítéletben, és nem tud elfogadni bennünket, és mi az, hogy mi kereszténynek, Krisztusinak nevezünk magunkat, de hát hol van ez a Krisztusiság az életünkben, és hol a Krisztus várás? És a harmadik angyal üzenete az már a végső óvást fogalmazza meg, ugye itt hangzik, nem térek ki rá bővebben, ebben a részben tárgyaltam mind a hármat. A lényeg az, hogy ezek a, ez a vonal, Ugye az első itt hangzik, a második is, harmadik, ezek még egyszer ezek egymásra torlódnak, tehát nem váltják egymást, hanem egyszerre vannak érvény, mint a kánonnál, hogy elkezdi az egyik, belép a másik, harmadik, és már együtt énekelnek. És akkor itt jön a nagy kérdés, hogy meddig hirdetik? Ja, bocsánat, igen, itt volt még egy buborék, amit nem dobtam fel erre a diára. Ha már itt tartunk, itt jelzi, hogy ez a vizsgálati ítélet ideje, tehát az kezdődött el itt. A három angyal három üzenete itt olvasható, jelenség 14 6 8-ig, illetve 6 12-ig van az összes, tehát a 6-7 az első, a 8 a második, nem tudom, bocsánat, miért így írtam. Tehát ez az első a teremtő imádatára hív ítéletre figyelmeztet, a második az elesett Babilon, és a harmadik az az óvása a Fenevat bélyegétől, 666 ezer is foglalkoztunk. Ez pontosítaná, bocsánat, 6 12-ig, így teljes. Jó? A laudóciai üzenet, ugye ez a hetedik levél volt, hogyha emlékszel a hét gyülekezetnek írt levél közül jelenése könyve elején, harmadik fejezet vége, az a Krisztus nélküli keresztényeket szólítja meg, tudnék az utolsó korszak kereszténysége, ez szerint a levél szerint is, úgy lesz keresztény, hogy Krisztus nélkül próbál keresztény lenni. Olyan is fura. És azt hiszem, most sem lehetünk elégedettek a kereszténységgel a gyakorlatban. Arról is beszélni, hogy maga a kereszténység is mennyire elutasításra talál a társadalom nagy része szempontjából. Bárha hitelesebbek lennének a keresztények, talán többen figyelnének fel rá. Meddig hirdetetnek ezek az üzenetek? Na, nagyon érdekes ez a vonal, én is ezen gondolkoztam, és teljesen jogos, hogy hát Addig van értelme hívni és hirdetni, amíg van megoldás, hogyha belátja az ember, ha van megtérő. Ezután már minek hirdetni? Hát, ugye szoktam mondani, hogy közgázon végeztem, hogy a kommunizmusban tilos volt hiánycikket reklámozni, mert az növelte volna az emberekbe az elégedetlenséget, a feszültséget. Hát valami ilyesmi van itt is, hogy nem, nem hirdethet, nincs értelme hirdetni az üzenetet, a megtérésre hívást azután, hogy lejár a kegyelem idő. Addig van, hogy mondjam, addig, addig van létjogosultsága, addig lehet élni ezzel a lehetőséggel, amire hív. Tovább léptem egy másik díja. Mitől más ez az időszak, és honnan a név? Sajnálta, tudnék, hogy az úrnapja, ez, ez egy ismétlés, csak ez már volt. Tehát ez az a nap, amit én szerzek és kedvezek, mint ki-ki kedvez a maga fiának, nem ismétlem meg, tehát ez csak egy emlékeztetés, hogy ettől eddig ez az utolsó időszak lesz az. Itt már véget ér fizikileg is a történelem, de ugye mondtuk, hogy ez a lezárása, ezért az úrnapját innentől a idő végétől eddig húzta, szerintem jogosan ez a kollega, aki ezt végezte. Remélem, hogy hallottatok a mikrofon, mert kicsit el is hajoltam. Keresem mindig az új pozíciókat. Az elpecsételés erről volt szó, itt csak arra emlékeztetnék, hogy a, a, ebben az időszakban történik, közvetlen a vége előtt, ahogy erről beszéltünk, ezért kiel 9 ben találjátok az előképét, már az Ószövetségben megjelenik, ott Jeruzsálem ítélete kapcsán, és jelenések hétben pedig ugyanez megjelenik, ez volt témánk, Ebben a részben, a 114. részben megtaláljátok, erre sem térek most ki. Az idő nagyon eljárt, és nem akarok visszajönni a türelmetekkel. Még talán néhány dia lesz, elnézést kérek. Igen, ez ugyanaz a dia, bocsánat, csak még egy buborék. Azt mondja Péter 3, 2Péter 3, 9, hogy nem késik el az ígérettel az úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Mert olyan, hogy már jöhetne hát miért nem jön, hát néhány, néhány más sürgetik is. Azt mondja, nem késik, ez nem ugyanaz az Isten közbe jött valami, vagy nem így tervezte, hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Tehát a kegyelem idő lejártát Isten ahhoz igazítja, hogy amíg van jelentkező, van érdeklődő, van törekvő, addig nyitva hagyja az ajtót. Én azt értettem meg a Bibliából, hogy Isten nem úgy van ezzel, hogy egy ponton elfogy a türelme, becsapja az ajtót, pedig egy csomó ember még akart volna jönni, hanem Isten vár, 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 és amikor végleg elkopnak az érdeklődők, igény hiányában megszűnik a kegyelem. Tehát nem úgy van, hogy dörömbörnek az ajtónak egyenemér az emberek, hanem igény hiányában megszűnik erről. Volt szó a hétcsapásról szóló részben, hangsúlyoztam, hogy semmi nyoma a leírásban annak, hogy emberek megbánnák akár csak látszólag is a bűneiket, komoly hadüzeneteket fogalmaznak meg még ott is, akkor is Istennek. A bélyeg, hogy mi a fenevad bélyege, ebben a részben foglalkoztunk ezzel, ez az a nagyon sokat nézett, 666-os rész jelenések 13-ról szól, azt mondja, hogy adaték néki, már mint a második fenevad jelenések, 13-11-től már a második szereplő van, adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Erre utaltam, hogy élet-halál kérdés lesz, hogy kit imádsz. Rá akarnak venni, hogy ne az Istent, hanem valaki mást helyettel. És azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Ez is előtte van, ugye ezzel a kegyelem járta ez a vonal, és ez előtte van, tehát itt még van jelentősége, itt rontani is lehet, rontani elvileg végig lehet, ugye az elpecsételés szab ennek egy egy speciális határt, mert Isten csak azt pecsétél, akiről tudja, hogy már nem fogja elrontani. De itt még javában rendeződnek a sorok, hogy ki, ki van Isten mellett, még ilyen áron is, vagy akár az életével fizet érte, és ki az, akit meg lehet törni, és aki azt mondja, hát ekkora kockázatot azért nem vállal. Ez az utolsó érdemi díjahez kérem még a figyelmedet mi a béeg és mi a pecsét. Tehát ezt nagyon jó lenne tudni, ugye, hogy ha ekkor jelentősége van, amit az előbb láttunk. Hát mondanám, hogy a rossz hír az, hogy a Biblia de ezt nem közli. A Biblia nem mondja meg, hogy mi a pecsét, mi a bélyeg, mint hogyha azt mondaná, hogy azért ennyit tegyél bele, hogy ezt végig gondolod, nem hullik az öletbe. Nem mondja meg nem közli, de azt tudjuk, hogy tudjuk, hogy ugyanoda kerül mind a kettő, tudnék az ember homlokára, mint egy a döntését, a szellemi elhatározását, az intellektuális elhatározását is jelképezve a hely, homlokra kerül a, a, a pecsét, a bélyeg az homlokra kézre is kerülhet, ami azt jelenti, azt mondják, és ez igaz lehet, hogy a különbség a kettő között az, hogy aki meggyőződéssel megy, azután a hatalom után, meg aki a kényszer hatására a cselekvés szintjén enged, de belül nem azonosult vele, viszont ez épp elég ahhoz, hogy ne kapja meg a homlokára a pecsétet. De most már sietek itt az folytán, de talán érted, ha nem, akkor kérdezz vissza. A Biblia nem mondja meg, mi a pecsét és mi a bélyeg, de az kiderül, hogy vallási tárgyú, mert két vallás áll egymással szemben. Az biztos, hogy mind a kettőnek önként, vagy mind a kettőnek személyes vállalásnak kell lenni, az egyik az kényszerhatására kerül fel, a másik azt viszont Isten helyezi el, de mind a kettőben ott kell, hogy legyen a döntésed, ha más nem a kényszerhatására. És mivel két vallásról van szó, mi vallási természetűben gondolkozhatunk. Két vallást kell megkülönböztetni, és erre kéne valami jó eszköz. Jelenések 14-12 azt mondja a harmadik angyal üzenetének a vége, hogy Isten parancsolatainak a megtartása lesz a tét a végén is. Én ezt már több részben hangsúlyoztam, jelenésekben is végig megy az, hogy Isten parancsolatai és a cselekedetek igenis számítanak, az más kérdés, ezeknek hitből kell fakadniuk. De a hit nem helyettesíti ezeket, nem, nem helyettesíthető hittel mindez. Az Isten parancsolatai körül kell ezt keresnünk, és tudunk egy markáns különbséget, ugye Dániel 7.25 is utal erre, már akkor, hogy megjelenik egy hatalom, amelyik az Isten templomába ül be, Isten gyanánt mutogatja magát, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, tehát hogy hozzá fog nyúlni. És a kereszténység számban és egyébként is jeles képviselői részéről történt ilyen, hogy meghekkelték a tíz parancsolatot, ezzel foglalkoztam a 92. részben is, tehát ez megfelel Dániel állításának, valamint egy jó vízválasztó lehet, egy, egy próbakő, egy, egy elválasztó pont, hogy ki az, aki a módosítottat fogadja, és ki az, aki az eredetihez ragaszkodik. Mert tény az, hogy Konstantin Császár időszámításunk szerint 327-ben Császári rendelette riktatta be a vasárnapot ünnepé. A Bibliában te nem fogsz olyat találni, hogy vasárnapot ünnepeltek. Tudom, itt voltak, akik feszegették nagyon magukat a kommentekben, és elhiszem és tiszteltet tartom a meggyőződésüket, de a szombatról úgy olvastam a Bibliában, hogy kőre írta Isten, sehol nem jelezte, hogy ez vissza lett volna vonva. Jézus azt mondja Máté 17 ben hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt. Tehát tulajdonképpen a szombat megváltoztatásánál azért valami egyértelmű, explicit, kimondott határpontot várnék, ha ez tényleg megváltozott volna. Az más kérdés, hogy tudjuk, hogy itt sem pésztetett be a kereszténységbe egy császári rendelettel a vasárnap ünneplés, aminek ő már jó oka volt, mert Konstantin császár egy olyan birodalomban uralkodott, ahol a mitrász kultusz volt addig a menő, a napisten kultusza, és akkor így lett az, hogy a Hát Mitrász napja az, az a vasárnap volt, a tudsz angolul németül, akkor tudott egy Sunday vagy Zontág, az a nap napja volt, és akkor átkerült az ünnep is vasárnapra, vasárnap ünneplés lett, és így jobban elfogadta a keresztény ezt a, ja, bocsánat, a birodalom ezt a meghekkelt kereszténységet. Ez a történeti háttere mindennek. A negyedik század óta valójában a kereszténység nagy része ezt a császári rendeletet követi, és a kérdés az, hogy te melyiknek adsz majd, amikor eljön az ide, amikor ezt ki lesz élezve, melyiknek adsz hitelt, és melyiknek engedsz? Annak, amit a császár mondott, és az a kereszténység vár el, és diktál, vagy amit Isten mondott. Az tény, hogy a kőtáblán más van, más volt és más van, és a tét az, és az lesz, hogy kinek a tekintélyét ismered el. Tudom, ez most nagyon tömör volt, de elszomorítóan hosszan tudtam csak elmondani ezt neked, bő egy órában. Köszönöm a figyelmedet, most jön a, az összegzés, ugye, bocsánat, külön nem írtam összegzést, már a jövő hetibe gondolkoztam. Az összegzésem az lenne, hogy ez az ábra szerintem jó arra, hogy összképet kap a sorrendről, ad egy összképet az összefüggésekről, gondold újra magadnak, ha gondolod, esetleg nézd újra ezt a részt, hogy a tömény volt, meg hosszú volt, úgyhogy az ábrát magad előtt tartod, és, esetleg keresd is meg a Bibliában azokat a szakaszokat, amiket itt részben én is idéztem, hogy mennyiben látod, igazoltnak, alátámasztottnak azt, amit mondtam, és tényleg bibliai alapokra épül az ábra és annak az üzenete nagy segítség lehet, vannak ismerőségek, akik a Bibliában hordják összehajtva, és hogyha olyan égi hirdetést hallanak, akkor rögtön ott bele is jegyzetelnek, hogy az is odavág és időben elhelyezik. Ennyit erről a szokásos lezárás. A honlapom, ahogy mondtam, itt van az ábra letölthető, itt jobbra a legfelső link, balra a, a, ott megtalálod az összes részt mostanáig, lefelé görgetve, itt rendszerezve találsz magadnak, de másnak is, hogyha gondolod, hogy egy téma érdekli, és itt találsz konkrétan témába vágó linket, akár videót, akár MP3-at, akkor ajánlhatod ismerősödnek, proféciák a messiásról, meg hasonlók. Legközelebb pedig egy hét múlva, ha jó Isten éltet, egy nézői kérdésre válaszol, próbálom körüljárni azt, hogy mi vár ránk a mennyben meg itt a Földön, nyilván az újjáteremtett Földön, mi lesz más, mi az, ami lesz, pedig eddig nem volt, mi az, ami lesz, és régen is volt, csak közben egy kicsit el lett szúrva, hogy így mondjam, itt a történelmünkben, a bűnkövetkeztében, mi az, ami sosem volt, és úgy lesz, szóval kb. ezek lesznek a szempontjaim, ezzel várnak egy hét múlva, most szokás szerint úgy zárom le, hogy én nem kunyarálok, figyelj, ha akarod, linkelheted, nekem nem lesz jobb, azoknak lesz jó, akiknek ajánlja a YouTube szerintem, ha szerinted volt olyan jó, hogy más is megnézze. Ha gondolod, iratkozz fel, ha nem gondolod, eszedben jusson feliratkozni. Ha gondolod, csatlakozz a csatornához, akkor le tudod tölteni ezeket a diákat, de mindez a te dolgod, én nem szólok bele, én csak annyit mondok, hogy egy hét múlva ezzel a szerintem nagyon érdekes és nem közömbös témával várlak. Addig is Isten áldjon téged is, meg engem is. Szia!